Sziasztok, köszöntelek benneteket! A Kárpát-medence fölött egy ciklon rostokol, és ez a ciklon határozza meg hullámzó frontrendszerével hazánk időjárását. Ezáltal a frontérzékenyek számára egy viszonylag nehéz időszak várható, hiszen most kettős fronti hatásra, holnap pedig hideg fronti hatásra számíthatunk. A változékony idő leginkább szerdáig tart ki, majd egy átmeneti nyugalmat követően a hétvégén ismét változékonyabbra fordul időjárásunk. Láthatjuk, hogy a fölöttünk tartózkodó ciklon egyre inkább kelet felé veszi majd az irányt a következő napokban, ennek a ciklonnak a hátoldalára kerülvén pedig fokozatosan csökkenni fog a csapadékhajlam, és átmeneti szárazabb léghullámokat követően majd a hétvége közelettével ismét változékonyabbra fordul időjárásunk, hiszen úgynevezett zonalitás alakul ki, ami azt jelenti, hogy az időjárási frontok egymást érik majd a hétvége közelettével. Na de térjünk is vissza az előttünk álló éjszaka időjárásához. Általában a legtöbb helyen erősen felhős vagy borult lesz az ég, viszont lesznek olyan területek, ahol nagyobb szakadozások, vékonyodások is várhatóak majd a felhőzetben. Leginkább például ilyen lesz az Alföld térsége. Hazánk többi részén azonban inkább a felhősebb forgatókönyv valósul meg, és többfelé várható további csapadék eső, zápor formájában. A Dunántúl területén pedig további tartós esőre van kilátás. A hőmérséklet általában 4 és 9 fok közé süllyed a hajnali órákban, az egyre inkább északnyugatira forduló szél pedig feltámad, megerősödik, és a hajnali óráktól viharossá is fokozódik a Kisalföld térségében. A holnapi nap folyamán pedig marad továbbra is a Dunántúlon a felhősebb idő, hazánk keleti felében viszont általában már kevesebb lehet a felhő, és szakadozottabb lehet ott a felhőzet, ott pár órás napsütésre is van kilátás, a Tiszától nyugatra azonban továbbra is többfelé várható majd csapadék kialakulása eső, zápor formájában. A hőmérséklet a délutáni órákban 9 és 15 fok közé emelkedik, az északnyugati szél pedig továbbra is erős, illetve viharos is lehet majd a Kisalföld térségében. Az ezt követő időszakban pedig, ahogy említettem, egy átmeneti, nyugalmas periódus következik majd csütörtök és péntek a napjainál várhatóan, viszont ebben az időszakban melegszik is majd a levegő, melegebb léghullám érkeznek, az ezt követő időszakban pedig a hétvége közelettével ismét a változékonyság lesz majd a terítéken, hiszen ekkor már egymást érik az időjárási frontok. Látható is a csapadék valószínűségi előrejelzésen, hogy például keleten azért egy picit később érkezik majd ez a csapadék, mint az előbb látott nyugati területeken. A hőmérséklethez visszatérve pedig érdemes megemlíteni azt, hogy péntekre virradóan, illetve szombatra virradóan gyenge fagy kialakulására is van esély, ez azonban jelentősen függ majd a képződő felhőzettől, és hogy milyen mértékben lesz majd ez az égen. Erről viszont majd a következő napokban a kollégáim tájékoztatnak benneteket. Én most szeretném megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett az előrejelzés, iratkozzatok fel, kövessetek minket a megadott elérhetőségeken. További szép napot és hetet kívánok! Sziasztok!